A játék kezdete után rögtön az első percben a hazai kék-sárgák már az ellenfél kapuját veszélyeztették, ami a 23. percben érett góllá, amikor is Tóth beadását követően az érkező Lukács fejelte a labdát a Budaörs kapujába. A második góra sem kellett sokat várniuk a hazai drukkereknek, ugyanis Tóth ugratta ki remek ütemben Krauszt, aki a bal alsó sarokba gurított, itt 2-0-ra növelte előnyét a gálhidi legénység. Bravúros játékkal nem sokat váratott magára a harmadik gól sem. A 35. percben Lukács kapott pontos labdát középen, ezt kihasználva lőtt a kapu közepébe. A 45. perc végén jött a negyedik gól, Lukács küzdött meg tányérossal, majd a megszerzett labdát 16 méterről a kapuson átemelve juttatta a kapuba. A második játék részben nem született gól, de ennek ellenére a csapat edzője maximálisan elégedett a csapatjátékával. Nagyon-nagyon örülünk. Ezt mindenkel szeretném megjegyezni, hogy ezt a győzelmünket és ezt a szép sorozatot, ezt a három mérkőzés óta tartó szép sorozatot Koleszár Gyurinak, a csapat előző edzőjének szeretnénk ajánlani, mert az ő munkája is benne van ebben a szép sorozatban. Nagyon-nagyon örülünk. Az előzetes, mert amikor átvettem a csapatot, következett 4 meccs, abból 3 közvetlen ellenfélel, tehát 6 pontos mérkőzés, és a Budaörs, akit papíron azért elősebbnek véltem én, mint az én csapatomat. Hála Istennek a játékosaim rám cáfoltak, és majd parádés első félidővel padlóra küldtük ezt a felkészült és jó felkészült és jó játékosokból álló Budaörsöt. A KBSC legközelebb a Ceglédi VSC otthonába látogat október 7-én, majd október 21-én hazai pályán fogadja a ZTE FC együttesét.